Összesen 6 hazai gólt láthattak a kilátogatók a Dunaferr DFRN Alpin FC legutóbbi mérkőzésén a Dunajvárosi Sportcsarnokban. Fehér Zsolt tanítványai a Berettyóújfalu együttesét fogadták az NB1 felsőházi rájátszásának második fordulójában, és 2 gólos 6-4 arányú győzelmet arattak. A mérkőzésen számos kiállítás borzolta a kedélyeket. Turzó József, a Berettyóújfalu vezetőedzője kritikus hangot ütött meg a játékvezetői ítéletekről a meccs értékelésén. Nagyon botrányosan vezették ezt a mérkőzést, és ezért van keserű szájézem, mert úgy gondolom, hogy a Dunajvárossal egy jó mérkőzést játszottunk volna. Megvoltak azok a taktikai fegyvereink, és nekik is, amikkel egymás gyengéjét meg tudtuk volna találni. De én nem tudom azt mondani, hogy a Dunajváros nyerte meg ezt a mérkőzést teljes mértékben. Nagyon nagy küzdöttek, gratulálok nekik. De ez a felsőház, itt el kéne gondolkozni egy-két embernek, hogy milyen szintet ad meg a játékvezetésnek is, a játékvezetők szempontjából is, aki küldi őket. Mindenkinek megvan a maga felelőssége. Fehér Zsolt, a Dunajvárosiak vezetőedzője elmondta, felforgatott összeállításban küldte pályára a csapatát a találkozón, emiatt a játék képét is átalakították. Mind a két fél nagyon taktikusan játszott. Nekünk szükségünk volt azért, mert 3 olyan meghatározó játékosunk hiányzott, akik amúgy mindenféleképpen ott lettek volna a keretben, és nem maradtak volna ki semmiféleképpen, sőt hétről hétre húzzák ezt a szekeret. Így egy teljesen más taktikát kellett kidolgoznunk a mai napra, de örülök neki, hogy sikerült. A Dunaferr DFRN Alpin FC együttese a bajnokság második helyén áll. A dunajvárosiak a következő fordulóban a Győr otthonában lépnek pályára május 2-án.